tök jó digitális kimenete, meg PWM-je. Probléma ezzel az, hogy ezeknek a terhelhetősége nagyjából így a vezérlés szintjén áll meg. Esetleg ledeket még meghajt, de leginkább azt szereti, hogyha nincsenek terhelve ezek a pinjei, hanem mondjuk ilyen 1-2 milliamperekkel húzzuk meg, és akkor mindenki rendben lesz. Egyébként a datasheet-jén konkrétan le van írva, hogy ő hivatalosan meddig tűri. Nyilván van a valóság ennél egy picit rózsásabb, tehát a vállalat minimumnál egy kicsit jobbat tud, de hát 50 a vállalat. 50 milliampert is vállalnának, az azt jelenti, hogy lehet, hogy akár még 60-at is elvisz, de azért próbáljuk meg ne nagyon terhelni. A mai workshopon arról lesz szó, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Hoztam magammal pár érdekes kis szerszámot ide, és ezeken fogom demonstrálni, hogy hogyan is lehet az Arduino-val csúnya dolgokat csinálni, amiket hivatalosan nem kéne tudni. Az egyik ilyen vezérlésre alkalmas struktúránk az a tranzisztor lesz. Ez egy olyan áramkör, nem tudom, tranzisztor mindenkinek megvan-e? Neked tranzisztor? Használtad-e már? Nagyon jó. Te biztos használtál már tranzisztor? És te? Na most a tranzisztorról azt kell tudni, hogy hát szokták az elektronikai elemeket ilyen vízfolyás és ennek a hasonlati köréhez, mint ahogy a szoftveresek imádnak autós hasonlatokat mondani, a hupon erre már külön kategória van, úgy elektronikában szeretik a víznek a folyásával szemléltetni, ahol mondjuk a tekercs az egy ilyen hosszú csőrendszer, amiből lassan folyik át a víz. Most itt a tranzisztornak a megfelelője az egy ilyen szelep lenne, aminek van egy bemenete, ott befolyik a víz, van egy kimenete, ott kifolyik, és van egy ilyen kis szabályozó része, amivel mondhatod, hogy mennyire folyjon a víz át rajta. A tranzisztor ez nagyon hasonlóan működik, van egy bemenete, van egy kimenete, és ezeket kollektornak vagy emitternek nevezzük, és van egy bázisnak nevezett harmadik kis kimenet, vagy lába, amelyen keresztül, hogyha folyik áram a kollektor felé, akkor elkezd az egész tranzisztoron is áram folyni, és attól függ, hogy mennyi áram folyik a bázison keresztül, annyi fog az egész tranzisztoron is keresztül folyni a kollektor-emitter között. Ennek az előnye az, hogy tipikusan ennek a két áramnak az aránya egészen nagy lehet, tehát egy pici vezérlőáram, valami az Arduino-t sem terheli agyon, egészen nagy dolgokat is tudunk vezérelni. Talán a legegyszerűbb kapcsolást itt fogom bemutatni, ezen a breadboardon. Van rajta egy darab tranzisztor, ez egy teljesen mezei kis dolog, mindjárt meg lehet nézni közelebbről is, ennél jobban, ja, tudom emelni, bírják még a cuccok. Tehát ott van a tranzisztor, az a háromlábú kis dolog, és az egyetlen dolog, ami még részt vesz ebben a kábeleken kívül, az az ellenállás, hogy egy kiloohmos ellenállás. Őt azért alkalmazzuk, hogy hogy az összes feszültség ne a tranzisztoron essen, ezáltal nem elegedjen halálra az egész rendszer. Tehát a feszültség egy része ezen fog esni, másik a tranzisztoron, és így áram fog folyni. Mindjárt mutatom is, hogy pontosan hogy néz ki. Mert természetesen tranzisztorból is van nagyon sok fajta, leginkább abban térnek el. Egyrészt van két fajta, az NPN és a PNP. Így néz ki a kapcsolási jelen, nem tudom, tudunk-e még jobban belenagyítani, tudunk. Így néz ki a kapcsolási jelen. Ez most egy NPN tranzisztor, ha jól látom. Igen, ez egy NPN. PNP-ben annyi a különbség, hogy ez a nyílesz fordítva áll. Tehát kapcsolási rajzon, ha ilyet láttok, az biztosan tranzisztor. Itt ez a datasheet, ez az, amit ez az adatlapja az eszköznek, vagy alkatrésznek, amiben minden lényeges tulajdonságát leírja a gyártó. Így rajta van egyrészt, hogy melyik hanyas kivezetése milyen funkciót lát el, és mindjárt alatta le is van egy ilyen kis ábránrajzolva, hogy néz ki fizikailag az eszköz, tehát 1-es, 2-es, 3-as láb,
és így, hogy mielőtt belerakod ebbe a breadboardba, meg tudod nézni, hogy mit hova kössél, hogy elkerüld a csúnya dolgokat. És akkor itt látszik, hogy ez konkrétan miket visel el, tehát hogy mekkora feszültségkülönbségek lehetnek a rendszerben, hány milliampert tud folyamatosan felvenni, mennyire tudja leadni a hőt. Tehát ugye rajta keresztül folyik az áram, ez nyilvánvalóan hőt termel az eszközben, és hát ha nagyobb teljesítményű dolgokat kapcsolgatunk, akkor, akkor ott nagyobb tranzisztort kell venni, ami például ha egy bizonyos szint fölött már rendelkezik hűtőbordához való kapcsolata, vagy egyenesen már azzal együtt adják. Tehát azt a hőt valahogy el kell vezetni, ezt egy ideig ezen a kis felületen el lehet vezetni, de van az a határ, ami fölött először passzív hűtésből kell nagyobb, mondjuk egy hűtőborda, aztán akár aktív hűtés is kell, mondjuk ráraksz egy ventilátort is. Igen. Igen, jogos felvetés, csak a mikrofon nem hallja, hogy amikor mi most elsősorban kapcsolgatásra használjuk digitális módon a tranzisztort, akkor nincs nagy melegedés, de amikor, tehát akkor viszont tud melegedni, hogyha erősítőként használjuk valamilyen analógiára, mi most erre pont nem fogjuk használni, tehát tipikusan a mi kapcsolásainkban, lásd, még itt sem használunk semmilyen különösebb hőelvezetés rajta. Ez nekünk itt teljesen meg is fel, tehát aki Arduino-val egyszerűen azt szeretné, hogy digitális jelet kapcsolhasson egy nagyobb fogyasztóra, annak ez tökéletesen jó is lesz. És még egy fontos érték van ezeknél, az a béta érték, hogy mennyivel erősít, ezt nem tudom, hogy most meg fogom-e találni, de lehet, hogy úgy néz ki, hogy nem. Az elején kellett volna lenni. Ctrl F és írjak be egy bétát. Ott van HFE, hol van? Nem látom. Ja, mert nyilván itt van az orrom előtt. Ez a HFE, ez a erősítés mértéke, azaz amennyi áram átfolyik, ahhoz képest mekkora lesz a vezérelt áram. És igazából szerintem ez a datasheet-et túl is tárgyaltuk. A kapcsolási rajza annak az áramkörnek, amit most megvalósítunk, az pedig a következő lesz. Nézzük csak, azt mondja, hogy milyen néven mentettem le. Motordemo tranzisztor, nagyon jó. Ez a kapcsolási rajz. Itt látható, hogy meg is van port B-vel jelölve. Ez az AVR-féle jelölése az egyes kimeneti pineknek. Ez most gyakorlatilag, vegyük absztrakt módon, ez bármilyen nem annyira terhelhető digitális kimeneti portja lehet egy mikrokontrollernek. Itt van ez az említett 1K-s ellenállás, és gyakorlatilag itt föntről vezetjük be azt a feszültséget, amivel szeretnénk majd hajtani ezt a motort, ez esetünkben egy ilyen ventilátor lesz, és hát gyakorlatilag, ha ezt nullán tartjuk, akkor itt a bázisról a kollektor felé nem fog folyni áram, mert mind a kettő földön van, és ekkor a motor felé sem. A motor is hiába van ugye itt a föld, és itt a tápfeszültség a motornak, nem fog folyni áram. Áll egy helyben. Onnantól, hogy elkezdünk áramot folyatni, azzal arányosan elkezd itt az emittertől a kollektor felé is vezetni a tranzisztor, és gyakorlatilag ezen az útvonalon folyik át a tápáram a motornak, anélkül, hogy terhelnénk az Arduino kimenetét. Amiért ez fontos, hogy külön vezetjük be a tápfeszültséget, ez akár lehet más feszültség is, mint az Arduino tápfeszültsége, tehát most például mi 12 volttal fogjuk hajtani a motort, annak ellenére, hogy az Arduino-nak 5 voltos a kivezetése, tehát ezzel át is lehet hidalni ilyen feszültségkülönbségeket egy rendszerben. Akkor itt látható ez a csodás ventilátor, ez egy PC-ben volt, azt hiszem benne, látszik is a csatlakozóján, ez a tipikus PC-s dolog, ami azért jó nekünk, mert rá tudjuk dugni ezeket a szép nagy csipeszeket. És itt van egy Arduino, amire momentán egy ilyen eléggé egyszerű program van rátöltve. A Blinket egy kicsit átírtam, itt látható a forráskódja.
annyi az egyedüli módosítás, hú, nincsen benne a módosításom. Annyit csináltam benne, hogy tízszeresére növeltem a várakozást, mert a motornak van egy olyan tehetetlensége, hogy a másodpercenként indítanánk, állítanánk le, nem feltétlenül látnánk, hogy valóban itt kapcsolgatás történik. Úgyhogy itt fogom demonstrálni a dolgot. Először is végre kipróbáljuk, hogy mire való az, hogy van itt ez a kis jumper. Egyelőre USB-n marad, hogy föltöltsük rá ezt a programot, ami hát az a jó benne, hogy a 13-as pinen rajta van ez a LED, még fogja is mutatni, hogy most éppen működik-e vagy nem. Feltöltjük rá szépen. Tehát ugyanarról a pinről egyszerre a LED-et is hajtjuk, meg a tranzisztort is, és lehúzzuk, és ahhoz, hogy legyen 12 voltunk is, és azok mindjárt közös földön is legyenek, erről fogjuk táplálni az Arduino-t, rádugom, nem történik semmi, nagyon helyesen. Lehúzom ezt a jumpert, és átteszem az ext állásba, ez az external power, látszik azonnal föl is bootol, és most ezt újra kihúzzuk, amíg összeállítom. Ugye gondoljuk végig, mit hova kötünk. Ugye mindig ilyen PC-s tápvonalnál a szélső az a pozitív oldal, és középen megy a két föld. Tehát a piros krokodil csipesz az vezet a motornak a pozitív pontjához. Ezt ugye, ha ránézünk a kapcsolási rajzra, akkor ezt kell a tápfeszültséghez kötni. Ha nem lógok bele, akkor még jobb. Tehát ezt kötjük rá a tápfeszültségre, ez a V-in alul az Arduinon. Akkor van a föld, az ugye, a motor földje, az ugye a tranzisztorra van kötve. A tranzisztor kollektorát, azt lekötjük földre. A kollektora az ott van, igen. Így van, rossz az ábra. Így van. Én tegnap este baromi sokat gondolkoztam, hogy a jel van rosszul, vagy a betűzés van rosszul. Aztán végül úgy döntöttem, hogy a betűzés van rosszul. Nagyon örülök, hogy észrevetted, és csodálkoztam, hogy igazából kipróbáltam a másik konstellációban is, és hát akkor ugye elég furán működött. Tehát tudod, ez a mi lehet a legrosszabb, ami megtörténik? Igen, tehát forgott egy picit, de nem volt az igazi. És akkor végül, tehát ezt ugye bekötöttük a földre, és végül egy dolog maradt hátra, ez a zöld kábel. Ugye itt látszik, hogy a középső lába, a bázis, az egybe van kötve ennek az ellenállásnak az egyik végével, és a másik végét ezzel a zölddel fogjuk rákötni a 13-as pinre, ahonnan ugye nekünk jönni fog a vezérlőjelünk. És aminek történnie kellene, tehát az expected outcome, az, hogy ez a ventilátor föl fog szállni, na jó, nem, csak beindul 10 másodpercenként, majd elhallgat. Látjuk, hogy világít a LED, nem tudom ott mennyire látszik, de elforgatom akkor jobban. És el is hallgat, szép lassan leáll. Erre mondtam, hogy ezért kell a 10 másodperc, hogy látszódjon, hogy meg is áll. Tehát ezzel például, ha ezt kombinálod azzal, hogy teszel a bemenetre mondjuk egy hőérzékelőt, és a programot semmi más nem csinál, csak lekérdezi a hőérzékelőtől, hogy milyen a hőmérséklet, és mondjuk beállítasz egy értéket, ami fölött bekapcsolod a ventilátort, akkor már is kaptál egy nagyon jó hőfokszabályozott eszközt. Nyilván bárki mondhatná erre, hogy ezt meg lehetne analóg módon is csinálni, de most Arduino workshopon vagyunk, úgyhogy ilyen use case-eket mutogattunk. Tehát például előny, hogy azt is meg tudnád csinálni, hogy egy szép digitális kijelzőn lehet gyakorlatilag egy digitális termosztátként beállítani, hogy mi legyen az a hőmérséklet, ami fölött be akarod, hogy kapcsoljon az a ventilátor. Hát... De azt mondod, hogy 12 voltot fogják, 12 volt folyik át az Arduino-n mégiscsak. Nem. Az Arduino-n nem folyik át 12 volt. Arduino 12 volt. Tehát a kérdés, hogy 12 volt, hol kerül bele a történetbe. Az Arduino-t most nem USB-ről tápláljuk, hanem itt ugye belemegy ez a külső tápegység, azért kellett átállítani ezt a jumpert is. Ez egy ilyen sima kockából jön, ezt eBay-en, nem is Vateren vásároltam 200 forintért. Ez egy baromira nem regulált tápegység, tehát ez a 12 volt van ráírva, terheletlenül kijön belőle 18 is, de ha terheled, akkor nagyjából 12 köré kerül.
cserébe olcsó. Hát az Arduino-nak nem lesz baja tőle, mert az Arduino előtt van egy feszültségszabályozó, ami lehet, hogy elkezd melegedni egy idő után, tehát nyilván ezt akkor vagy azt méretezed át, vagy veszel egy jobb tápegységet, de demonstrációs célokra tök jó. Speciál ez a kocka, ez hónapokig hajtotta egy ilyen Arduino-t a Hack 2 projektben. És ez a fontos, hogy itt van ez a hatos blokk az alján, ez a különböző tápfeszültségek kivezetése az Arduinon. Itt többek között ki van vezetve a V-in jelzéssel is, az a feszültség, amit innen kap, tehát azon semmilyen szűrés nem történik mielőtt a V-re jut, tehát azon keresztül tudjuk a piros vezetéken át rájuttatni a 12 voltot az Arduinóra. A tranzisztor 5 voltot kap az Arduinótól, aminek jó része ezen az ellenálláson fog esni, és így tudja vezérelni a dolgot. A ohm törvénnyel ki is lehetne egyébként számolni, ugye, hogy ez egy 1K-s ellenállás, amin 5 volt esik. 4,3, ja, igen, mert van egy PN átmenet, az 0,7 volt. Ki lehetne számolni? Én most nem tudok hivatalosan számolni, de ki lehetne számolni, hogy mennyi hő esik rajta, és minden ellenállásra megvan egyébként, hogy ez hány wattot képes elviselni, ki lehet számolni. Lényeg, hogy ezzel lehet ilyen szépen vezérelni, és még viccesebb, hogy lehet PWM-mel is játszani motorok esetében, tehát ha egyszerű, mondjuk úgy nem finoman szabályozott fordulatszám szabályozásra van szükséged, hanem azt akarod, hogy úgy legyen szabályozva, tehát legyen mondjuk teljes fordulat, félfordulat egyáltalán nem működik, akkor ez PWM-mel ugyanezzel a felállással nagyon szépen el lehet játszani. Igen. Igen, arra gondoltam egyébként, tehát nagyon jó, nekem is ez jutott eszembe, hogy soros sporttipos parszerek írásában úgyis jók vagyunk, főleg mióta rájöttem arra én is, hogy ezt a return-t kéne használni, sőt azóta rájöttem, hogy igazából jobban belegondolok, egy csomó régi számítógépen még return volt az enterre írva, ami pláne megerősíti a te állításodat, hogy ez mindig is így volt, úgyhogy a legtöbb terminál esetén. Úgyhogy most egy kicsit okosítjuk a dolgot, addig lehúzzuk róla a tápot, és nekiállunk fejleszteni, mert ez úgyis annyira megy nekünk. Ugye először is PWM nincs mindegyik pinjén az Arduinónak, itt ha megnézzük, van az egyes kis feliratok, mert ott van megszámozva, hogy melyik digitális pin micsoda. Van egy kis PWM felirat is némelyik mellett, ezek azok, amin hardveres PWM-et lehet csinálni. Ugye ezt az első alkalmon, aki nem volt itt, visszanézheti a videót arról is. Az első alkalmon beszéltünk arról, hogy a PWM az arról szól, hogy ilyen nagyon nagy frekvenciájú négyszögjellel próbálunk analóghoz hasonlító dolgot csinálni, és a nagyságát úgy tudjuk szabályozni, hogy az úgynevezett kitöltési tényezőjét, azaz az idő hány százalékában van magas, és hány százalékában alacsony feszültségszinten a kimenet, ezzel szabályozzuk, hogy mennyire menjen ki nagy kraft rajta. És a hardveres PWM-ben az a jó, hogy miközben ő generálja ezt a négyszögjelet, ekközben a mi programunk csinálhat mást is, tehát átdugjuk egy ilyenbe, mondjuk most mi választjuk ki a 3-as, mert az olyan szimpatikus, mert 3-as, meg a 42-nek a két számjegyének pont az átlaga, és hát írjuk át a szoftvert akkor egy kicsit. Nyilván megint nulláról írunk meg mindent, mert kódot újra hasznosítani olyan mainstream lenne. Tehát először is serial.begin 9600, a kedvencünk. Ezzel beállítjuk, hogy 9600 bit per szekundumon várjuk a dolgokat sorosporton, és annyin is fogjuk küldeni. Átállítjuk, hogy most ugye a 4-es pint szeretnénk használni, helyett 3-ast. Örülök, hogy észrevettétek. És ez továbbra is maradjon outputnak, ez teljesen jó is így. És annyit csinálunk, hogy digital write helyett átírjuk analog write-ra, ugye ezzel lehet a PWM-et bekapcsolni, és azt mondjuk, hát mondjuk legyen egy ilyen változó. És most rendesek leszünk, és kipróbáljuk statikkal, mert ezt a múltkor úgyis felvetetted, hogy használjuk ezt inkább. A statik az majdnem olyan jó, mint egy globális változó, csak egy
függvény szkópján belül értelmezett csak. Azt mondjuk, hogy statik, minek nevezzük, mondjuk value, legyen value, az jó kis commerce dolog, legyen egyenlő nulla, és akkor nem működik, mikor bekapcsoljuk, és csinálja mindig azt, hogy na, ezt feleslegesen töröltem ki. Tehát az első paraméter az analog write-nak, hogy hova akarunk kiírni, második, hogy mennyit, legyen ez value, és ide berakunk egy olyat, hogy akkor xserial.available helyett egy while-al várunk, mert igazából egyszer kiírtuk, akkor fölösleges bármit csinálni. Tehát annyit csinálunk, hogy egy végtelen ciklusba várakozunk arra, hogy legyen a sorosporton beérkező adat, és ha van, akkor fogjuk és legyen mondjuk egy ilyen másik értékünk, egyrészt az adattípus sose hagyjuk ki, legyen integer, ez ugye múltkor megtanultuk, hogy minusz 16384-től plusz 16383-ig, vagy valamelyik irányba plusz minusz 1-jel. De közben rájöttem, hogy 16 bites, úgyhogy valójában 32766 lefelé és 767 fölfele. De örülök, hogy mindketten benéztük. Szóval ebbe belefér az 1024-es felbontása, tehát az a, bocsánat, nem is 1024, a PVM az 255-ig megy, 0-tól 255-ig, tehát akár egy unsigned byte-ba is beleférne, de hát a Java tervezői azt mondták, hogy szerintük az unsigned-ot nem tudják a programozók kezelni. Nem baj, használjunk intet. És legyen mondjuk egy ilyen TMP, amiben amíg olvassuk be az értéket, addig tároljuk, ez is kezdetben legyen nulla. És annyit csinálunk, hogy miután érkezett valami, utána szépen meg kellünk feldolgozni. Beolvassuk azt, hogy mi érkezett a soros vonalon. Ez egy byte-ot fog visszaadni. Ha ez a byte, ez kisebb egyenlő a 9-esnél, és nagyobb egyenlő a nullás karakternél, akkor annyit kell csinálnunk, hogy nem a value-ban, hanem a TMP-ban, amiben gyűjtjük a számokat. Egyrészt eltoljuk egyel balra a számjegyeket, ez egy 10-es szorzás, majd hozzáadjuk a B értékét, ebből kivonva a nullának az ASCII-ét, ezáltal ugye az eredeti számjegyet megkapva, és ezáltal kihasználva azt, hogy az ASCII táblába pont egymás után helyezkednek el a számjegyek. Egyébként hogy tudnád a B-t átalakítani egy számnak? Ugye múlt is csináltad ezt a trükköt. Hát, hogyha nem egymás után helyezkednének el, akkor valami... Tehát az a kérdés, hogy ha nem egymás után lennek az ASCII-ben, akkor hogyan lehetne megoldani? Hát akkor kellene egy ilyen jó kis lookup table, hogy melyikhez mi tartozik, és... De szerencsére az ASCII tervezőinek is volt egy eszük, hogy egymás után rakni a számokat, az nagyon sok minden megsporol, sőt, nem is kellene kivonás, hanem meg lehetne csinálni és művelettel, ugyanis pont úgy helyezkednek el, hogy ráadásul csak annyi van, hogy egy 0x30 értéken kezdődik a nulla, és utána megyünk felfelé, nyilván a 30-at most hexaként, 3-0-ként kellene értelmezni. Tehát, hogyha megfelelően kimaszkolod azokat a biteket egy éssel, akkor megkaphatnád így is. Tehát azt mondjuk, hogy else if b egyenlő backslash r, akkor annyit csinálunk, hogy hogy egyrészt a value értéke mostantól a TMP, és a TMP értéke pedig nulla, hogy legközelebb ne arról a bazen egy értékről induljon, és ugye szépen előbb-utóbb visszatérünk, mert csak egy dolog van hátra, hogy mindig az ilyen előtt kiírunk egy ilyen szép kis promptot, hogy value 2-ös pont, usernek jó kedve legyen, és mindig amit a user beírt, azt vissza is írjuk neki, serial.writeb, és akkor így lesz egy kis lokál echo-ja. Lefordítjuk, hogy vajon lefordul-e, de szerencsére lefordul. Ez a jobbik eset, múltkor megtanultuk, hogy Torvalds bácsi is megmondta, hogy ami lefordul, az jó, amiből bútor, az tökéletes. Átdugjuk, hogy most USB-ről tölthessük fel rá a programot. Feltöltés. Most jön az a rész, hogy
szépen megpróbálom megfelelő sorrendet csinálni. Először rákötünk mindent, amit vezérelni fog, vén. Átdugjuk, hogy külső táplálást kapjon, és előbb kötjük rá a tápfeszültséget, aztán a számítógépet, hogy például gőzöm nincs, hogy a soros IC hogyan viselkedne, hogyha kapna is tápot, meg nem is. Nem, a loop az nem fog pörögni, mert ő megállít ebben a részben. Ameddig nem jön érték ameddig nincsen a soros porton várakozó adat, addig ebben a while loopban van. Aki nagyon szeret figyelni arra, hogy a programja ha energiahatékony legyen, az ide még be is rakhat ennek a ciklusnak, aminek most üres a törzse a pontos vesző miatt, berakhatna valami olyan utasítást, ami mondjuk 100, 200, 500 millisekundumra alszik, és olyankor az AVR-nek egy része mondjuk leállításra kerül. Akkor mondjuk már utána kellene nézni, hogy a PWM-et milyen alvási státuszba tartja még meg, mert ugye a PWM-et továbbra is hajtania kell, de tehát ez a lehető legkevésbé fog pörögni. És akkor most nyissunk is egy jó kis soros terminált. Az öreg GTK-term mindig velünk van. És akkor megjelent egy value. Milyen jó, hogy a GTK-term is küld egy resetet, mikor megnyitja a portot, úgyhogy mindjárt nem egy üres ablakba kezdünk. És mondjuk írjuk be, ugye mondtam, hogy 0-tól 255-ig értelmeződik a dolog. Írjunk be 255-öt. Hoppá, milyen? Ugrik mindjárt egyet. Bármit beírok, azonnal ugrik. Átnézzük, hogy nincs-e valami elállítva. 9681, ez tökéletes. Eszki, nincsen helyi visszhang. Nézzünk rá a kódra, mit ronthattunk el. Igazából a TMP-t buzeráljuk, addig, ameddig van adat. Ja, várjunk, megvan. Igen, ezt a serial print value-t, ezt egyrészt az elején kell kiírni, meg utána, amikor beírtuk az értéket. Ez kód duplikálás. Aki szereti, ilyenkor ezt kirakhatja egy külön függvénybe. Mert ugye... De nem az van, hogy... Az volt, hogy ugye olyan gyorsan feldolgozta az adatot, hogy rögtön vissza is jutott ide. Tehát igazából működni jól működött volna, csak a felhasználó interfész lett volna félreérthető. Feltöltenénk, ha nem lenne itt nyitva egy terminál ablak. Nem várt Carriage Return, illetve úgy tűnt, de valójában várt volna, csak mindig kiírta volna, hogy value, value, value. Tehát az a része jól működött. Tehát most beírjuk, hogy 255, akkor felpörög maximális teljesítményre, és megjelent újra egy value. Hát úgy néz ki, a Carriage Return-t azt beállítjuk autóra, és kipróbáljuk, mondjuk beírunk nullát, akkor lát. Na, ez így még jobb lett, így most kétszer akkor átugrik. Álljunk vissza ide. És akkor most írjunk be először 10-et. Nem történik semmi. 20-at. 30-at. 40-et. 50-et. Hát olyan fúj valahogy. Most már írok 40-et. Különösen megtartja-e. Igen, tehát kellett neki ez a kis... Tehát túl kellett lépni ezen a szinten. Nézzük, meddig tudjuk levinni így. 30. Még forog, nem tudom, hogy nem áll ettől meg. De úgy néz ki, beállt, hát... Most elég érett. És újra föl tud gyorsulni. Tehát úgy néz ki, hogy a tapadási súrlódás és a csúszási súrlódás a közti különbség az nem itt számít. Még most vigyük fel a felére 128-ra. Most fúj, de továbbra is teljes erővel, és akkor most vigyük fel 255-re. Ezek szalagokat kérjük, hogy így a videón látszottan. Abszolút, hát ha más nem, oda tudom rakni a izé mikrofonomat, de... 128-ra.
Most beállt egészen, vigyük le 64-re. Van. 100. Király. Az úr itt mellettünk megemlítette, hogy ezért szeretett bejárni. Bárkit várunk szívesen egyébként, aki ilyenekkel játszana. Ez volt itt a promó részleg. Van-e kérdés ezzel a résszel kapcsolatban, vagy hozzátennivaló? Tehát a tranzisztor az egyszerű, mint a fajék, főleg nekünk digitálisoknak, tehát az ilyen főleg rádiófrekvenciás userek, azok elég sokat játszanak ezzel, hogy hogy állítsák be pontosan úgy azokat a ellenállás értékeket, hogy tudjon vezérelni, sőt, hát ugye aki színusz hullámot akar átvinni, ez még elgondolkozik azon is, hogy akkor már két tranzisztor kell, hogy tudja nulla alá is vezérelni a kimenetet. Tehát nekünk a tranzisztor arra jó összefoglalásképpen, hogy pici árammal meghajtsunk valami nagyot. Például fogunk relékről beszélni. Én annak idején volt olyan, hogy egy tranzisztorral és két relével oldottam meg, mert nem tudtam, hogy mekkora áramot meg feszültséget kell kapcsolni. Úgyhogy a tranzisztor kellett ahhoz, hogy az mondjuk nem Arduino volt, hanem párhuzamos port, de az is ugyanannyira nem terhelhető, főleg a mai alaplapokon, ahol ha van is párhuzamos port, akkor is egy ilyen pici integrált valami vezérli, tehát nem lehet nagyon rákötni terhelés. És az egy tranzisztoron keresztül meghajtott egy pici relét, ami 5 voltos volt szintén, és az az 5 voltos relé meghúzott, és az a nagy relének adta az áramot. Tehát egy ilyen fokozat. Most tovább fogunk menni tranzisztorban, mégpedig ezt a Hack 2 projektet, ezt mutattam már. Ez volt a Hacknek a virágöntöző projektje, csak most épp amikor végre virág van hozzá, akkor meg Ákos sokkal jobbat készített nekünk. Itt gyakorlatilag egy ilyen úgynevezett léptető motort hajtottunk, aminek mindjárt elmagyarázom a működését annyira, amennyire nekünk ez értenünk kell, és mellette volt egy meghajtó IC, hát az IC ez olyan miszteriózus dolog, úgyhogy nézzünk bele, hogy mi van ebben az IC-ben. Hát ez a, hogyha leolvassuk, hogy mi van ráírva az IC-re, akkor meg lehet találni. Ez egy több úgynevezett Darlington tartalmazó chip. A Darlington az azt jelenti, hogy a tranzisztorokat ilyen kaszkád, tehát többet egymás után köt, és ezáltal, tehát hogyha azt mondjuk, hogy az egyik tranzisztor mondjuk erősít 100-szorosat, akkor a kettőt egymás után kötök, akkor az ugye már 10.000-szereset erősíthetne, pedig csak 200-szoroson volt. És hát itt látható, ez aztán tipikusan a nekünk való chip, hogy van in, out, és van belőle összesen 7 darab, és hát van még egy földje, itt látszik is, hogy hogy van kb. Logikailag összerakva belül, és hát hogy ez honnan volt, hát ez konkrétan ugye itt látszik a háttérben a szkenner, tehát ez így volt mellette még a bordja a szkennernek, és az a jó, hogy pont itt a motor mellett volt a vezérlő IC, mert egy konkrétan nem kellett, ez egy SMD IC, nem kellett leforrazgatni, fogtuk, és egy flexerit szépen levágtuk a egyéb, úgymond számunkra nem kellő részét, ezt lehet barbarizmusnak tartani, inkább azt mondanám, hogy megmentettük a menthetőt arról a nyákról, mert ki a fene akar dibagolni egy zárt szkenner nyákot, amiről nem tudjuk, hogy miért nem működik, és úgy sincs hozzá se kapcsolásra, se firmware, semmi. Hát ezt itt levágtuk róla, hát most itt el is hoztam, így néz ki. Tehát konkrétan itt látható maga ez az IC. Van itt ez a nagy ellenállás, ami ismét hasonló feladatokat lát el, mint az előbb, de ez látszik, hogy méretében is elég vastag, tehát ez szépen el tud vezetni egy csomó hőt. És közvetlenül mindjárt rá is van kötve az eredeti szkennernek a léptető motorjára. Mint a túloldalon látszik, itt jön ki a tengelye, és ez 3 fogaskeréken keresztül van úgy bekötve, hogy ez volt az, ami egy ilyen szíjon keresztül föllevezette azt a fejet, ami a szkennerben konkrétan végezte a képbeolvasását csíkonként, vagy soronként, ha így jobban tetszik.
Mindjárt két dolgot is tanultunk, akkor az egyik ez a léptető motor, a másik ez a Darlington Array. Darlingtonról nagyon sokat én nem is akarok tovább beszélni, mert tényleg ugyanúgy kell vezérelni, mint a tranzisztor, csak ilyen megoldás nekünk még egyszerűbb is, mert nem kell ellenállással törődni, azt már ők mind megépítették, tehát mi csak ráforrasztottunk egy kábelt ott, ahol a áramot bele kell vezetni, az itt is 12 volt körüli, valamint a földet szintén kivezettük, az ugye itt a háta mögött látszik, hogy van egy GND, ez a groundnak a rövidítése, és végül kivezettük azt a négy eret, ami a négy pólusát hajtja a motornak. Ez ugye azért vicces, mert ugye ebből látszik, hogy még ők is pazaroltak, mert a 7 Darlingtonból összesen 4-et használtak csak ki. Ez nekünk mondjuk segített, mert könnyebb volt úgy beforrasztani, hogy nem kellett minden egyes pinre forrasztani, hanem mindig egy ki volt hagyva. Tehát a 7-et úgy forrasztották be, hogy mindig egy igen, egy nem, egy igen, egy nem volt beforrasztva. Másik vicces akkor ez a léptető motor, ami hát talán ismét Wikipédián lesz hozzá egy nagyon szép kép, vagy nem. Jaj, de jó. Ez vajon arról beszél? Nem. Szerintem ez nem a stepper motorról. Ott van a disambiguation. Stepper Marer? Nagyon jó. Na, ez nagyon szép ábra. Tehát gyakorlatilag van benne, erre be is zoomolunk szerintem. Tehát van benne összesen, úgy még látszik az is, hogy Wikipédiából van, teljesen CC kompatibilisek lehetnénk. Tehát van rajta összesen 4 tekercs, és mindegyik ugye egy tekercsbe, hogyha áramot vezetsz, akkor mágneses tér indukálódik, ha elengeded, akkor pedig ez elveszi, és gyakorlatilag ezzel szépen, ha megfelelő sorrendbe adod rá a kis impulzusokat, akkor nagyon pontosan tudod mozgatni, tehát ugye szkennernél is az kell, hogy nagyon pontosan tudja, hogy hol van, és pont annyit mozduljon a képen, amennyire szükség van, különben ugye így megnyúlna a kép, vagy összemenne. Tehát ennél pontosan meg tudod mondani, hogy én egy negyed fordulatot akarok menni, én egy fél fordulatot, én egy egészet akarok, és szerencsére ezt nem is kell nekünk kézzel megírni, az Arduinosok voltak olyan drágák, és összeraktak nekünk egy library-t, ami nem meglepő módon stepper névre hallgat, és kizárólag arra van szüksége, hogy te melyik 2 vagy 4 pinre kötötted be, mert szokták azt is, hogy csak 2 pin van kivezetve a motorból, vagy mint például nálunk is 4. Nem feltétlenül. Hát ez az, amit Pepe tudna szépen elmagyarázni. De logikailag igaz, hogy nyilván akkor csak 2-re játszol. Jó kérdés, hogy hogy van olyankor bekötve, de... Tényleg. Igen, de valószínűleg az áram irány lesz a kulcs. De szerencsére nekünk ez most egy szépen megvan oldva. Úgyhogy le is kötjük ezt a motort róla, és megkezdjük ezzel a kísérletezést. Egy picit eltávolítjuk, lehúzunk mindent, mielőtt egy nagy zárlatot csinálunk. Szóval, ugye vagy veszel egy motort, és akkor le van írva, hogy mi micsoda rajta. Mi esetünkben ugye ezt így megkaptuk, és igazából lehetett volna agyalni, hogy színek alapján, hogy mondjuk a barna, a narancssárga, a sárga és a pirosból melyik. A fekete az elég egyértelmű volt, hogy föld, tehát odaig még nekünk is ment. De tehát a trükkös az benne, hogy nem tudod melyiket hova kösd, de valójában 4 pinnek olyan sok permutációja nincs. Tehát fogtam, írtam egy, mert lusta voltam nyilván tartani, mit próbáltam ki, írtam egy Python scriptet, ami kiírta a 1-től 4-ig a számoknak a permutációit, van belőle ugye 4 faktoriális darab, és egyszerűen azokat végigpróbálgattam, és nagyjából a harmadikra működött is, mert ugye például érvényes egy csomószor a megfordított dolog is, mert egyszerűen a másik irányba fog forogni a motor. Lásd, még 3-fázisú motort is úgy fordítunk meg, hogy tetszőleges 2-fázisát felcseréljük. Ugye végig gondolod, akkor az pont megfordítja, bárhogy is állt. És amit itt most csinálni fogunk, az, hogy a lecsupaszított verzióját használjuk az eredeti Hack2O kódnak, mert ott már minden tök jól meg van csinálva. Vagy nem. Sokkal viccesebb, ha ezt is sorosportosan oldjuk meg. Szóval, egyedül annyit nyúlunk le a kódból, hogy abban már megvan, hogy hogy kell bekötni.
HEC2-t megnyitjuk és kirakjuk fullscreenre, hogy kiolvassuk belőle. Ennyi itt a definíció. Hát amikor létrehozzuk ugye ismét statikusan a heap-en, heap helyett a stack-en, a veremben, tehát 8, 10, 9, 11 ez a pin sorrend. Egyébként belenézzetek a stepper kódjába, mert írtó ronda. Próbáltam portolni nem Arduino-t futtató AVR-ekre, és ronda. Ismét importálunk, stepper. És hát ugye annyira van szükségünk most nekünk, hogy most a LED pinünk nem lesz. Őt kivehetjük nyugodtan, büntetés nélkül. Pin módra sincs szükségünk. Két dolgot szeretnénk csinálni. Ismét megnyitom szerintem, mert abban olyan szépen le vannak a függvények írva, csak hát igazából akkor nem nekem kéne a kinézegetni, hogy a leírás szerint hogy kéne ennek működnie. Tehát van benne, tehát ez a stepperre létrehoztunk egy MyStepper objektumot, és ezek után azon hívhatunk metódusokat. És ami itt a két fontos metódus, az egyik, hogy van nekünk egy olyanunk, hogy itt a setup rész, hogy mystepper.setSpeed, beállíthatunk sebességet, és van még egy másikunk, ez a step, az itt látható, ez az, hogy léptetjük. Ezt akkor talán úgy csinálhatnánk meg legegyszerűbben, hogy. Először bekérjük, hogy milyen sebességgel, aztán, hogy mennyit steppeljen nekünk. Tehát kivehetjük végre innen a statikot. Annyit kérünk, hogy egyrészt lesz egy speed és egy step num. És amit mi csinálunk, egyrészt megint várunk, hogy legyen adat a soros porton, és beolvassuk először ugye a TMP helyett a speedet. Nem tudom egyébként, hogy miért emeli ki. Nem biztos, hogy jó nekünk, hogy kiemeli. És annyit kellene, hogy legyen egy olyan ciklusunk, amiből csak akkor, tehát amiből csak akkor lépünk ki, ha ez bevitte, tehát az egészet belerakjuk egy úgymond végtelennek szánt ciklusba, while true-val, mert mindig az elején várunk az olvasásra, és annyit csinálunk, hogy amikor kijött ez az érték, akkor nyomunk egy break-et, és akkor nyugodt szívvel berakhatjuk előtte, hogy akkor először a speed-et szeretnénk bekérni, majd ja, bocsánat, ez maradhatott, csak ott meg azt kérjük be, hogy step number. Na jó, legyünk szép angolok, number of steps. És gyakorlatilag ott eljátszuk ugyanezt a történetet. Nagyon csúnya dolog kódot másolni, hogyha egyszer ki lehetne szervezni valami más absztrakt egységbe is, de most éppen nem ez a cél. Itt ezt is kivehetjük, nem kell lenuláznunk semmit, azt úgyis az elején megteszi. Step numberbe olvasunk meg egy másik számot. És én itt még megtennék egy ilyen érdekes lépést, hogy bevezetek még egy dolgot. Else if b egyenlő kötőjel. Na, mit csinálunk akkor? Megszorozzuk mínusz egyjel. Ezzel ugye elérjük azt, hogy tudjunk negatív számot is beadni, hiszen ugye két irányba tud forogni egy motor. És akkor itt már nem írunk ki semmit. És igazából annyi történik, hogy miután mindkét adatot beírtuk, ezek után mystepper.setSpeed speed és mystepper.step step nem. Program működése az mindenkinek világos nagyjából? Tehát nincs benne mágia, neked te nagyon vigyorogsz. Rosszat látsz benne? El lehet érni vele a kívánt működést. Ez a legszebb jellemzés, amit hallhattam volna rá. Ez a TMP, ez mit keresi? És rájöttem, hogy miért nem
voltak jók a sortörések, mert előbb brékelek, mint. Tehát lehet, hogy ezt is itt szebb lenne, hogyha kiraknánk ide. Illetve... Jó. Mindegy, jó lesz ez így. Lefordul, lefordul. Akkor tökéletes Linus Torvalds is megmondta. Feltöltés. És akkor szépen rákötjük. Egyrészt ugye akkor magát ezt a 8-tól 10-ig pinekre kötjük rá, ami szerencsére pont ide esik. Tehát inkább így csinálom, hogy a motor legyen láthatóbb. És a motort fejjel lefelé fordítjuk, hogy látható legyen, hogy forog. És ezt pedig ugye pirosat a V-inre, zöldet a földre. Itt ismét kihasználjuk, hogy a V-in az úgy ott van. És miért nem töltötte föl, mert nyitva volt itt a kis dolog. És feltöltés. Kész. És akkor most megindítunk egy terminált. Ezt a value-t ezt valahogy sikerült... Ja, azt a setup-ban ott hagytuk. Na, ezt is megtudtuk. Most akkor mondjuk azt, hogy legyen 300 a speed. És tegyen mondjuk 10-et. Nem tudom, láttátok egyáltalán, hogy megmozdult volna. Még egyszer ugyanez a sebességgel. Nagyon picit, tehát ezzel nagyon finoman lehet mozgatni, hogy látványosabb legyen, most 100-at léptessünk vele. De igen, legjobb, hogyha visszavesszük a sebességet is 100-ra. 100-at lépjünk 100-zal. Legyen akkor mondjuk most a sebesség már csak 30, és tegyünk így 100-at. Tehát látszik, hogy nagyon szépen lépett, és próbálj ki visszafele is, hogy most ugyanúgy 30-szal tegyen mínusz 100-at. Hogy? Az a baj, hogy szerintem ugyanabban az irányba forog, nem lehet? Most írd az, hogy 100 mínusz. Ó, nyertél. Negatív. Igen, de vicces módon, sőt, nem 100 minuszt fogok írni, hanem 1 minusz 0 nullát. Hm? Mert ugye 1, abból lesz minusz 1, majd azt felszorozza kétszer is 10-zel. Tehát 100-nál még pont működik, hogy a minuszt oda teszem, de akkor most javítsuk ki a programot. Így van. De erre mondtam, hogy 100-zal pont működik. Tehát akkor most javítsuk ki, hogy rossz programot nem mutassunk senkinek. Egyrészt kivettük azt a felesleges kiírást, és akkor átírjuk, hogy... Igen, nem látok én se jobb ötletet. Boolean, milyen jó, hogy C++-ban vagyunk, van Boolean típusunk. Negatív egyenlő false. És akkor itt kihasználjuk a C-nek egy jó kis lehetőségét, a ternáris kiértékelést, ami azt jelenti, hogy csináltunk egy olyat, hogy ide beírjuk, hogy negatív, kérdőjel, és a kérdőjel utáni részt fog kiértékelődni, hogyha igaz, azaz ott minusz step nem kell, és a kettős pont utáni rész, hogyha a negatív az hamis. Ebben az a jó, hogy ezt ha egymásba ágyazod, és nem használsz zárójeleket, mondjuk ha egymásba ágyazod, az már kicsit átláthatatlan, de ha a zárójeleket sem használsz, akkor egészen jó félre tudod vezetni azt, aki a programodat valaha meg akarja még érteni. Hát lehet, tehát természetesen ez pont ugyanazt csinálja, mintha bevezetnénk egy ideiglenes változót, és if-el csinálnánk meg, vagy mondjuk helyben negálnánk ezt a számot. Ez annyiban jó, hogy aki ismeri ezt a szerkezetet C-ben, annak ez egy nagyon jó kompakt leírás. Például a Pythonosok azok szerintem sokkal átláthatóban csak, tehát Pythonban ezt úgy írnád le, hogy minusz step nem, minusz step nem if negatív, else step nem. Ezt még ha valaki nem is ismeri a szerkezetet, akkor is logikailag ki lehet hozni, hogy minusz, hogyha negatív, egyébként sima. Tehát
az se rossz egyébként. Pitonban ez egyes és nullást jelent, nem? A false meg a true. Nem, Pitonban a logikai érték az két singleton változó, két singleton objektummal van megoldva. Pythonban szorozni, nem, azt tudod, hogy integerré kasztolod, és akkor egyes nulla lesz belőle, ez igaz, de az meg, nem, az meg épp a Python. Nem. Hát a Python-t épp ezért szeretjük a PHP-val szemben, mert magától nem akar csinálni dolgokat, mert az az Office segédnek a kategóriája, aki kitalálja helyetted, hogy mit akarsz. De kipróbálhatjuk, szerintem nem, de lehet, hogy én fogok megint meglepődni. Azt mondjuk, hogy false szor 5. Én fogok meglepődni, úgy látom, kasztolja a kis rohadé. A Python képes ezt megcsinálni. Tehát ezzel szemben mondjuk egy stringet nem tudok elosztani egyel, tehát a legtöbb esetben mondjuk PHP-ban ez egy teljesen elfogadható dolog, tehát ha most azt mondom, hogy PHP, és print 5 per, mondjuk legyen 2, hogy ne legyen annyira triviális, hogy azt fogja kiírni, akkor ő gond nélkül elosztja a stringet. Tehát a százalék az a ZSH kiváló dolga, szemben a bash-sel, ami ilyenkor fogná és a 2,5 után jeleníteni meg a promptomat, a ZSH magától kitesz egy új sort, és egy ilyen inverzérű százalék jelen jelzi, hogy itt nem volt új sor, tehát ezt úgy vedd, ahogy. Jó, ma is tanultam valamit, de legalább kipróbáltuk. Na, töltsük fel újra a kódot, és most már elvileg nagyon szépen fogja csinálni. Python workshop, mikor márható volt a kérdés? Hát volt már egy pár, de nem sokan jöttek. Hát, ha ez most kedvet csinál egy olyan nyelvnek a megtanulásához, ami kizárólag a bulineket kezeli idióta módon. Na, speed legyen 30, és most egyrészt próbáljuk először sima 100-zal. Akkor látszik, hogy erre forog, azaz óramutató járásának járásával ellentétes irányba. Köszönöm, pozitív iránynak mondja a mérnök úr. És most a másik irányba, most óramutatóval megegyező irányba fordul. Mit lehetne még ezzel játszani? Hát például kihasználhatjuk azt, hogy van egy kis pufferelésünk. Tehát ha most azt mondom neki, hogy nekiállok beleíratni, tehát a Unix alatt ugye minden fájl, na jó, most jövünk rá, hogy majdnem minden fájl, például a hálózati eszközök kizárólag Plan9 alatt fájlok, de például a soros eszközök fájlokként szerepelnek a fájlrendszerben, úgyhogy ha most azt mondom, hogy beleíratok egyszer 30-at, egy új sor karaktert, és ezért ki is írjuk az echo-e, hogy lesz szíves escape karaktereket értelmezni, és egy end betűt, hogy ne rakjon egy új sort mindenképp a végére. 30-szor mínusz 100, majd azt mondjuk, hogy 30-szor plusz 100, akkor ezt ugye ő szép sorrendbe fogja végrehajtani, mert a stepper vezérlés az nem hardveres, tehát addig, ameddig végrehajtódik ez a sor, hogy step, addig áll a program, tehát szépen szekvenciálisan ide-oda fog forogni nekünk egy párat, ha minden jól működik, nem is kell begépelnem, copy-paste-elem, és enter, vajon működik-e? A nézők nem látják, hogy félmelt akar, de nem vagy, mert nem is működik. Ez egyébként érdekes. Érti valaki, miért nem működik? Ilyenkor kipróbáljuk, hogy ugyanezt egy hexdámba pipe-oljuk, hogy az megy át, amire mi gondolunk. Átmegy 33, 30, 0D. 2D, 30, 1, 30. Hát ugye ez az, amit mi szeretnénk nagyjából. Látja valaki, hogy hol a hiba? Nem tudsz nyitni másik, egy sors terminált, akiben az ekkor, hogy mit ad vissza, ez sose árthat. Ezért használunk tmux-ot, hogy ilyen szépen nyitogathassuk a dolgokat. Azt mondjuk, hogy cat-dev-tt-usb-0. Zseniális. Hát lehet, hogy akkor az lesz, hogy GTK termet indítunk a háttérben neki. Ide alulra, és most echozunk bele. Úgy látszik, valószínűleg nem volt jól beállítva a soros port. A GTK term beállította, és mikor mi a fájlba írtunk, működött most.
Hát lehetne játszani, hogy meddig viseli el ezt a csiki-csuki játékot, tehát mondjuk még egyet belerakunk, ez majd belefér a pufferébe, nézegessük, hogy mit csinál, ha entert nyomunk rá. Ez még belefér. És akkor igen, a kolléga mondja, hogy lehetne egy vágycikussal ezt állandósítani, hát például a kedvére a Hack 2-ba így történt az öntözés, meg is mutatom, hogy ott hogy nézett ki konkrétan a dolog. Hol is találtuk meg? Aha, ez nagyon jó. Tehát ugye ott van fölül a... Tehát ez ugyanaz, amiről leszettük, odafön az a világító, az Arduino, és itt egy csövön keresztül, ami egyébként nyilván UTP kábel külseje, az oda volt rögzítve a fejhez, gyakorlatilag öntözéskor levitte nagyon sok ilyen pici mozgással a fejet, és akkor ugye elkezdett ömleni a víz belőle, mert alacsonyabban volt, mint a tartályban a víz szintje, majd mikor fölemeltük, akkor szép lassan elállt. Tehát ezzel ilyeneket lehet csinálni. És az a szép benne, hogy mivel ennyire pontos, ha visszamegyünk ide a forráskódra és megnyitjuk a Hack 2 út még egyszer, akkor megláthatjuk benne, hogy van egy ilyen, hogy height, tehát magasság. Most ebben ez a szép, hogy ha egyszer megmértem, hogy az ő egységei szerint mekkora az összes áttétel, meg a fogaskerek, egyebek után mekkora az ő egységeiben a nagysága, akkor én pontosan bárhova abszolút oda tudom pozícionálni. Annyi a catch a dologban, hogy ugye abszolútat mondtam, de valójában ugye én mindig csak relatív mozgást tudok adni. Ezt úgy oldottam meg, hogy elhelyeztem egy végállás kapcsolót az egyik végére. Ez alatt nem kell bonyolultra gondolni, konkrétan a fotón talán látszik is, vagy nem. Szóval az aljára odaraktam egy fémérintkezőt, amit rövidre zárta. Tehát egy ilyen... tényleg nem látszik sajnos. Mit? A sima nyomás kapcsoló nem rossz, csak én attól mindig is féltem egy kicsit, mivel nem nyomja be rendesen, én primitívebbet csináltam. Volt egy nagy fém darab alul, és volt egy nagy ilyen drót darab csupaszan a fejen, és az, amikor hozzáért bármilyen helyzetben, tehát ez a nem lehetett úgy lemennie, hogy ne nyomódjanak egymásnak, akkor ezt szépen Arduino-val lehetett érzékelni, hogy itt is ugyanaz megvan, mint nyomógomboknál, hogyha nincs felhúzó ellenállás, akkor ott ugye lebeg a levegőben az a drót, és minden hülyeséget beolvas, tehát ott is kellett a felhúzó ellenállás, de egyébként szépen működik ez. Talán le a kapcsolási rajzon rajta is lehet, vagy nem, mert nincs is kapcsolási rajz. De nagyon szépen mutatja itt az eredeti leírás, hogy ez a moving to button position, ez úgy ment, hogy mindig néztem, hogy ameddig high-ban van a 7-es pin, arra volt rákötve a drót, addig 25-önként vittem lejjebb, és mikor ott volt a legalján, akkor pontosan tudtam, hogy éppen hol van, tehát onnantól abszolút lehetett föl lepozícionálni, tehát utána fölfele már csak annyit csináltam, hogy high magasságba fölvittem. És ezt azért kell csinálni, hogyha elállított volna valahogy, vagy hogy áramalul... Jó kérdés, hogy mire van. Például az egyik legtriviálisabb dolog, hogy újraindul az Arduino, elmegy az áram, lehet akárval. Kérdés, hogy kompenzáltam a viszintváltozását a tartályban, nem kompenzáltam, mindig fölvittem a legmagasabb pozícióba, locsoláskor a legalacsonyabbba, és a tartály pont akkora volt. Így van, egyre kevesebbet locsoltunk, de tipikusan nem ez volt a projekttel a probléma. Tehát inkább az, hogy hideg lett, és a virág tönkre ment. Tehát előbb jelentkeztek ilyen problémák. Tehát hát nem egyszer, tehát ennek épp az volt a lényege, hogy ez... Ennek az volt a lényege, GitHub-on fönn is van egy gyönyörű szép kód. Igen, csak kérdés, hogy mikor tudod letárolni. Tehát mindig lehet olyan időpontot találni. Tehát sokkal jobb, ha megcsinálod, és itt van konkrétan megcsináltam azt, hogy volt mellette egy másik AVR-es board, ami fogta és mindig
minden nap hajnali 3 óra 30-kor locsolt. Az időt azt pedig nem kellett tárolnia sem, mert egyszerűen minden boot után a time.kfki.hu-ról lekérdezte a pontos időt, és utána annyit csinált, hogy na, itt egy újabb ismerős, i4zc-vel szólt az Arduino-nak, hogy mozgassa, nem, mert itt kihasználtam azt, hogy az Arduino-ban van beépített stepper könyvtár, amit nem is olyan könnyű portolni, mert nagyon ronda a kódja, és viszont az Arduino-mon nem volt Ethernet-port, nincs rajta NTP library, nincs benne cron, míg ez egy olyan program volt, ahol például ugye itt látszik, hogy van egy ilyen cron static event dolog programben, tehát ez azt jelenti, hogy én itt szépen egy ilyen struktúrált módon megírom, nem tudom, a cront azt hányan ismeritek, Unix-okon lehet vele időzíteni programok futását, egy ilyen táblázatos formában megadva, például én nekem krontabomban elvileg most egy dolog van, csak az is kikapcsolva, az az, hogy a dashboardomat frissítse, úgyhogy ott van fölötte, hogy melyik percben, melyik órában, melyik a hónap melyik napján, melyik hónapban, és a hét melyik napján, tehát például hétfőn vagy minden csütörtökön, ha csillag, akkor mindenre illeszkedik, például ez 5 percenként dolgozik, ez a csillag per 5 jelzi azt. Ezzel szemben itt ugyanebben a sorrendben adom meg a dolgokat, csak egy ilyen szép struktúrában, amiből aztán nyilván fordításkor egy nagy bináris blob lesz, ami pedig szépen bekerül a flash memóriába, és onnan futtatja. Ennek ugye az ellenőre, hogy elég kevés helyet foglal, és így meg tudtam oldani, hogy gyönyörűen működjön, és tudja locsolni a virágot. Tehát nem kellett eszembe jutni, tényleg azért ment tönkre, mert jött a tél, és a virágok azok egy bizonyos hőmérséklet alatt kevésbé effektívek, mint fölötte. De akkor túlöntözés volt ez a... Nem, a múltkor a túlöntözést azt arra említettem, hogy az akkor fordult elő, hogyha i4zc-nél nem megfelelő helyen hívtam választ, ugyanis az azt okozta, hogy az Arduino a meddig tartsuk len, azaz meddig locsoljon a dolognál, amikor meghívta ezt a... Hol vagy? Tehát a locsolás függvény, az gyakorlatilag ugye annyit csinált, hogy mindjárt meg lesz. Tehát a locsolás az ugye annyi, hogy itt van flow-nak hívják, az annyi, hogy leviszem az aljára, amennyit kellett várni, annyit várok, majd ezt követően fölviszem. A probléma az, hogy ez a delay, ez soha az életben nem tért vissza, hogyha inkonzisztens állapotban voltak az interruptok, mert az Arduino könyvtárában ezt a delay-t, ezt interruptok vezérlik, amik minden rendszeres időközönként jelentkeznek. Ha ezek nem jönnek, nem mozdul előre az idő, úgymond, tehát megáll az idő, örökké tart egy delay. Emiatt lettek volna túlöntözve, nem debugoljuk ki ezt a problémát, tehát ameddig ezt nem oldottuk meg, addig minden locsolásnál ott vártam, hogy na most működni fog, nem fog működni, és aztán szerencsére rájöttem, hogy mi a dolognak a nyitja. Nem tudom, stepper motor vagy ez a vezérlővel kapcsolatban van-e bármi kérdés? Amikor ilyen orkesztrát csinálnak, ilyen eszközökből, akkor lényegében azt csinálják, hogy gyorsabb speed-ra állítják be, és akkor magasabb hang jön ki belőle. Abszolút, tehát a felvetés teljesen jogos, ugye szoktak különböző stepper, tehát a finom mechanikai motorok a számítástechnikában szinte mind ilyen stepper motorok, tehát például a floppy meghajtóban is ez van, és emiatt ott is kihasználható, hogy a stepper motornak valóban a hangmagassága az függ attól, hogy milyen sebességgel mozgatják, tehát kipróbáljuk, hogy ennek van-e valamilyen hangja, hogyha mondjuk felveszük a sebességét 400-ra, mondjuk futtatunk belőle 4000-re. Na most mi történik? Gondolom az is számít, hogy amikor még egyben vannak ezek az eszközök, akkor egy csomó minden kapcsolódik minket, tehát hogy van zajkeltő eszköz itt most. Nem feltétlenül. Egyébként valóban az segített. Például a Metalab, a bécsi Hackerspace-ben ott a 3D nyomtatókból az egyik úgy volt fönnvere megcsinálva, hogy amikor így szépen, ugye ott is kell egy reset, amikor a 3D nyomtató megtalálja, hogy minden egyes dimenzió, tehát mind a három dimenzión ott álljon egy általa ismert pozícióban, akkor ugye mozgatni kell a motorokat sokáig,
De akkor megoldották, hogy a fordulatszámot úgy változtatgassák, hogy a birodalmi indulót játssz el minden bekapcsoláskor ilyen kis techno hangon. Szóval indítsuk újra ezt a szerencsétlent. Jó. Tehát mondjuk vigyük 4000-rel. 4000 volt a sebesség? 400, jó. Na jó, indítsuk. Ne játszunk ilyenek. 400 és 4000. Igen, elég halk. Nem tudom, hogyha felveszem, akkor megdöglik-e. Tehát... Jó. Vegyük fel 1000-re, és mondjuk léptessük 2000-re. Szerintem lehet, hogy ilyen sebességeket nem is bír ki. Igen, mert egyszerűen annyira... Jó, vegyük vissza 100-ra, és léptessük 1000-re. Hát igen, itt most... Hát igen, ilyen sebességnél még szerintem nem lesznek szép zajok, úgyhogy valószínűleg az lesz, amit te mondtál, hogy a nagy részét a zajnak a hozzá kapcsolt dolgok okozzák. Oké. És akkor van még nekünk hátra egy gyönyörű szereplőnk, ezek a relék. De azért véletlenül sem hagyjuk hátra... Jaj, de szép rögtön szól, hogy nincsen port. Akkor tartsunk egy cigi szünetet a kolléga kérésére, akkor állítsuk meg. Na, köszöntünk mindenkit a szünet után, reméljük a reklámot is élveztétek, gyertek a Hackerspace-be. És hát most fogunk a relékről beszélni. A reléket, hát ismét Wikipédiát használjuk, mert mindenre azt használjuk. És valószínűleg reléjére, és nem más jött be, zseniális. Van magyar oldal, és nagyon örülök neki, hogy van magyar oldal, de azok sose jók. Na most... És ők nem kérek donation. Egy példának kedvéért. Itt látható, hogy milyen az áramköri jelei relének. Gyakorlatilag egy, ez szerintem mindjárt jó szemléltet is, jobban, mint egy fénykép. Tehát egy olyan kapcsolóról van szó, egy mechanikai kapcsolóról, amit egy elektromágnes hoz működésbe, tehát funkciójában hasonlít a tranzisztorhoz, tehát egy vezérlő jellel tudsz egy másik, általában tipikusan nagyobb jelet kapcsolgatni. Amit mi most használni fogunk, az ez a fajta relé itt jobb oldalon, aminél, mint tudjuk, ezt Morse érintkezőnek hívjuk a kiváló kolléga szerint is. Ez azt jelenti értelmes nyelven leírva, hogy mind a két állapotában valamilyen érintkezőhöz van kötve a bemenet. Ezáltal például megvalósíthatjuk azt is, hogy mondjuk egy audiót két irányba irányítunk, vagy például telefonközpontok csinálják ezt, hogy egy ilyen relét beépítenek, és úgy állítják, úgy van bekötve, hogy ha elmenne az áram a telefonközpont alatt, akkor az egyik dedikált készülékre ráejtse a relé az érintkezőt, és ha mondjuk még a telefonhálózat működik, van benne áram, és olyan készülék van nyilván odarakva, ami kizárólag a hálózatból nyeri a tápfeszültségét, akkor továbbra is működőképes az egy telefon, azon keresztül nyilván közvetlenül lehet akkor a fővonalat elérni, de például lehet rajta az elektromos műveket hívni, szemben azzal, hogyha ugye nem lenne ez benne, akkor a telefonközpont lehalása esetén abban az épületben nem lehet telefonálni senkinek vezetékes telefonnál. A relét én elsősorban arra tudom ajánlani, ha valaki például a hálózati feszültséget szeretne kapcsolni, amihez viszont most jön a hatalmas warning, disclaimer és egyebek. Hálózati feszültség nem játék, már 70 volt fölött is elég csúnya dolgokat tud csinálni az emberrel az áram, szóval egyrészt ne csináld meg otthon, hogyha nem értesz hozzá, másrészt ne csináld meg otthon, hogyha nem értesz hozzá. És hogyha mégis, nem, tehát ha mégis azt mondja, hogy gyere ide, egyébként nagyon szívesen várunk mindenkit, aki szeretné ilyennel kísérletezni, de ami fontos, hogyha még értesz is hozzá és csinálod, akkor is egyszerűen mindent kétszer vizsgálj meg, és egyszerűen gondold át logikusan, hogy biztosan minden úgy van-e, ahogy azt te gondolod, mielőtt áram alá helyezed, hiszen egyrészt a sajátod, másrészt mások életét veszélyeztetheted, nem az sem számít, hogyha már enszer megrázott az áram, akkor is meg tud olni a következő, illetve nagyon nagy károkat is tehetsz, tehát jobb esetben levág a biztosíték, rosszabb esetben szénné is ég mondjuk az áramköröd, vagy esetleg egészen nagyon rossz esetben a ház, tehát nyilván, amikor például mondjuk egy rövid zár keletkezik, akkor
ameddig nem csap le a biztosíték, addig a lehető leggyengébb pontján a hálózat elkezd irtózatosan melegedni, és hát ott akár keletkezhet tűz is, amit utána nem is olyan triviális néha eloltani, ha például áram alatt van az az adott dolog, kint nem is le vízzel. Amit én itt most összeállítottam, kicsit hasonlít Nigellának a főzősóihoz, ahol elővesz valami félig elkészített dolgot, hogy tényleg 5 perc alatt meg tudja csinálni az egyébként 1 órás tortát. Itt én egy Olimex által gyártott fejlesztői bordot vettem. Ha valaki szeretne ilyen hálózati feszültséges dolgokkal játszani, nagyon tudom ajánlani. Nem Arduino ugyan, de AVR alapú. Van benne 4 optoizolált bemenet. Ez azt jelenti az optoizolálás, hogy egy LED és egy fotodióda van egy házba építve, és gyakorlatilag nincs galvanikus kapcsolat, tehát nincsen fémesen összekötve a ki és a bemenet. Tehát ha valami zavar érkezne be, az nem tudja érinteni a finom mechanikát. Illetve van rajta 4 relé, ami 250 voltig hitelesítve vannak, és ilyen szép csavaros terminusokon keresztül lehet rá csatlakoztatni a kellően nagy vezetéket. Ezt is tranzisztorok hajtják, mi meglepő, és nagyon kedvesen van a bemeneteknél, meg a kimeneteknél is egy-egy LED, hogy jelezze az állapotát, és végül van egy megfelelő egy soros port, amin keresztül mondjuk a bemenetekről érkező adatot gépre tudod küldeni, vagy fordítva a gépről érkező adattal tudod vezérelni a relét. Én utóbbira használtam, nagyon szerettem, körülbelül azt hiszem egy olyan 5000 forint volt. És annál nagyon kevesebből alkatrészáron se tudod összerakni, ez legalább így működik is. Amit mi most csinálni fogunk, az van egy asztali lámpánk, és azt akarjuk kapcsolgatni. Összekötöttük a... Tehát van, ami két rész van, van egyrészt egy ilyen kábelünk, ennek ez a vége. Ez két ilyen szép tűz csatlakozót tartalmaz, a másik vége pedig egy konnektor. Ez pedig egy szintén nagy feszültségű breadboardozásra tervezett, hát konnektorból két kis breadboardra vezető kábelt tartalmazó dolog. Ez Mr. T Deluxe dizájnja, hogy itt még van egy kis lámpa is benne, ami narancssárgán világít, ez a glim lámpa. Ennek az az előnye, hogy eléggé látványos is, hogy épp feszültség alatt van, ha épp úgy lenne. Amit csinálni fogunk, az annyi, hogy kivezettük az egyik relének a vezérlő két pinnyét, hogy Arduino-val játszhassunk, de lehet például Shield-ben is kapni ilyet, az is ugyanígy fog működni. És ez a két vezeték, ez gyakorlatilag úgy viselkedik, ez a földelés, ezt össze is kötjük. Ez ugye annyit csinál, hogy közös potenciálon legyen a földjük, és innentől kezdve, ha erre 5 voltot kapcsolsz, akkor a relé bekapcsol, ha nem, akkor kikapcsol, tehát itt demonstrálom is, a tápfeszültségre kötöm, az ugye mindig 5 volt. Igen, ez földre, ezt meg mondjuk 5 voltra is, látszik, hogy bekapcsol a relé, föl is gyullad a lámpa, kihúzom, elalszik. Szóval most dugjuk át mondjuk a 13-asba, mert azon van LED, és akkor mindjárt lesz itt is egy visszajelzésünk arra, hogy működnie kéne vagy nem. A relét az ő 12 voltos tápja fogja meghajtani, az Arduino-t most USB-ről tápláljuk, és hát visszamegyünk az alapokhoz, és a blinket fogjuk rátölteni, azaz minták, basics, blink. Lefordítjuk, mi meglepő, ez lefordul, és csak 1 kilobájt, feltöltjük, és készen is állunk. Most ha megnézzük, akkor szépen ugyanabban az ütemben villog, nem tudom mennyire lehet hallani, ezt meg hadd hallgassák. Így van, jogos a felvetés, ez ahogyan állítódik, ez történik, és nem tudom, talán ismerős onnan, hogy az autóban is ezt lehet hallani, hogy indexelünk, mert ott is relével van megoldva az izoláció, a vezérlés és a konkrét munkavégzés között. És hát innen már csak egy dolog válaszja, hogy kicsit nagykorú legyen az áramkörünk, ez a nagy feszültség. Ez, amire figyelni kell, hogy ilyenkor még egyszer megnézed, hogy sehol nincs szabadon a nagy feszültség. Tehát innen ez a kábel sértetlen, ez mindig figyelj, tudom, minden használati utasításban leírják, hogy figyelj arra, hogy sértetlen-e az áramkörödön minden kábel, tényleg legyen az, vagy tápkábel. Itt látható, ez is egy sértetlen kábel, itt egy zárt konnektorban adódik át a feszültség majd erre a lámpára, ami villogni fog. Itt pedig szintén nincsen gyakorlatilag sehol szabadon olyan vezető, amiben nagy feszültség fog jelentkezni, tehát ez így ebben a formában biztonságos, de ne ezzel kezdjétek az első kísérleteiteket otthon,
És akkor most szépen bedugjuk ezt ide a konnektorba. És mostantól, hát ez a Blinknek a nagy feszültségű változata. Blink, blink. Igazából ennyi a relé. Tehát nincs benne semmi különleges, egy kapcsoló, és nyilván most azért kell itt is egy tranzisztoros leválasztást alkalmaznunk, mert a relé is az, hogy te tényleg mágnesesen meghúzol egy konkrét fizikai érintkezőt, az már általában olyan áramot igényel, ami kívül esik azon, amit az Arduino az I/O pinjein szeretne neked leadni. És a relére rá van írva elég sok dolog, itt például az, hogy 250 volton 10 ampert tud leadni. Szép is van választva, szerintem erre nem nagyon tud rádozni a kamera. A videó leírja, hogy 125 volt váltakozó áramon 15 amper, 24 volt egyen áramon 15 amper, 250 volt váltakozó áramon 10 amperre van hitelesítve, ennél többnél valószínűleg lehet, hogy már elkezdődni a dolgok. És... Ja, nagyon rossz időt a mikrofon. Szóval, most jobb. Szóval, a másik, amit lehet látni, hogy mennyire kell valamiért recseg. Nézzük, hogy be van. Nem baj, mert körülbelül egyébként ez a vége ennek a mai workshopnak, ha csak nincs valakinek kérdése a relékkel kapcsolatban. Na, de tényleg relével kapcsolatban bármi kérdés. Elég kérdés. Tehát ezzel lehet például saját termosztátot építeni. Akkor a garázsajtót lecseréltük a jó kis 80-as évek végi, úgymond manuális dologról. Lecseréltük a manuális megoldásról, akkor egy olyat ilyen elektronikusra cseréltük, és annak volt két csapatos érintkezője, amivel lehetett volna mondjuk egy szóval akkor terminálba. Szóval arra volt, hogy mondjuk egy fali kapcsolót kirakhass, és akkor rádió távirányító nélkül is működik a hát vagy például RFID-t köthesse, igen. Tehát lényeg, hogy valamilyen külső módszeren nyithasd a garázskaput, és akkor én arra gondoltam, hogy basszus, én nekem ugye volt hozzá egy távirányító, akit autóban való volt, de én szeretném, hogyha mondjuk hazajött a garázsajtónál kérdésekbe, mert úgy vagyok a kulcsot elővenni, de nincs távirányító, mit csináljunk? Már akkor is volt mobilnet, csak akkor még WAP-nak hívtuk, és ugyan voltak ilyen saját dolgai, de igazából odáig eljutott, hogy egy HTTP kérést elvittem bármilyen webszerverre, másképp is olyan választ nem tudom értelmezni. Úgyhogy csináltam egy olyan kis weboldalt, ami egy otthoni szerveren futott, és ha meghívtad, nyilván az URL-je az kellően hosszú és entrópiás volt, hogy nem tudom kitalálgatni, de ha azt meghívtad, akkor fogta, és ezen a fokozaton át rövidre zárta ezt a kontaktust a garázsajtóban, így kvázi a mobilomról a föld bármely pontjáról ki tudtam nyitni a garázsajtót. Szóval lehet ilyesmivel játszani nagyon jó dolgokat, és ezzel, hogy egy relével leválasztod, biztosan nem teszel kárt az eredeti alkalmazásban sem. Itt ez esetben ugye a garázsajtó, meg elég jól leválasztod a saját rendszeredet is róla. Ha nincs más, akkor szeretettel várok mindenkit jövő héten is, és látogassatok el a Hackerspace-be.